Hát az egy zsidó szobor fog ott készülni, de ezzel már vannak tüntetések, és ez folyamatos. Ez a zsidó szobor? Hát nem tudom. Maga honnan, Bálint zsidó? Szerintem igen. Egy 18 éves gimnazistát hallhattak. Székesfehérváron és az országban is elég nagy zavart okozott egy szobor kérdése az utóbbi időben. Történészekkel és a főszervezővel próbáltuk megfejteni, kit érdekel ma Hóman Bálint. 2011-ben, amikor az alapítvány megalapítottuk, akkor el sem mertük gondolni azt, hogy Hóman Bálintnak egyáltalán szobrot állítsunk. 2011-ben Hóman Bálint háborús bűnös volt. Háborús bűnös nevét választották. Igen. Igen. Itt van szerintem a kutyálása, hogy ez egy hozzáállás kérdése. Ön úgy áll ez a témához, hogy nem tartja Hóman háborús bűnösségét agályosnak ahhoz, hogy szobrot emeljenek. Nem. Ezt a kérdést ezt nagyon mesterien próbálja feltenni, de nem így van. Hát még egyszer elmondom. Ezt tudja negligálni. Ha nem tudunk beszélgetni, akkor nem tudunk beszélgetni. Ha tudunk beszélgetni, akkor próbáljuk meg, jó? Hóman Bálint 1932 és 1945 között Székesfehérvár képviselője volt, és ebben a minőségben rengeteget tett azért, hogy ez a város gyorsan fejlődjön, és ez olyannyira sikeres volt ez a tevékenysége, hogy az 1930-as években, 1940-es évek elején Székesfehérvár volt messze a legdinamikusabban fejlődő magyar város. Lesz-e Hóman Bálint szobor? Mondjuk nem az országnak a főhelyén legyen, de lehetne neki, igen. Igen. Még az ön nappaliában. Hát oda nem tenném azért. Oda nem, köszönöm szépen. Azért mégsem fér el Hóman mindenhol. Nem. Mégsem szalonképes. Igen, és állítsanak szobrot. Számára. Azt hittem azt mondja, hogy Szálasi számára. Nem Szálasi számára. A legsúlyosabb dolog, amit a Hóman Bálint elkövetett, és ami miatt semmiképpen nem lehet elfogadni, hogy szobra legyen, az az, hogy saját nevével, aláírásával követelte a magyar zsidók deportálását, még mielőtt Magyarországon bekövetkezett a német megszállás. Nem deportálásról volt szó, hanem a zsidók kitelepítéséről, tehát a két dolog azért más. Azt gondolták, hogy a háború után kell rendezni ezt a helyzetet, és ők úgy gondolták, hogy jobb lenne, hogyha a zsidókat kitelepítenék, hogy nekik is legyen egy hazájuk. Nyilvánvaló, hogy ma ez teljesen elfogadhatatlan. Szerepe volt abban, hogy egy politikai csoportosulás az ország legfelsőbb vezetésében úgy gondolja, hogy ez a dolog kívánatos. Hóman Bálint háborúban egy külső hatalmak által megszállt belpolitikában betöltött szerepét nem vagyok, nincs módomban megvitatni. A törvények megszületésé az még nem a német megszállás alatt történt. 1939-ben vagyunk. Jó, akkor megpróbálom. No, ezt én tudom rosszul, vagy ön tudja rosszul? Nem, ez biztos, hogy így van. Én azért mondtam, hogy a történelmi tényekkel az alapítvány nem akar vitatkozni. Hómannak valamennyi zsidó törvényben volt szerepe, tehát nem csak a másodikban, hanem az elsőben is. Még korábban volt szerepe a Numerus Clausus által létrehozott zsidók volt a megszigorításában kultuszminiszterként. Én nagy örömmel várnám azokat a bizonyítékokat, amelyek arról szólnak, hogy a Hóman a zsidó törvények kidolgozásában, megszövegezésében, benyújtásában aktív szerepet játszott. Én nagyon alaposan kutattam ezt a témát, semmi ilyet nem találtam. A Hóman legkorábbi általam ismert politikai lépései, ugye a legkorábbi az, hogy ő együttműködött a Tanácsköztársasággal. Mai világban is ismerjük ezt a jelenséget, hogy aki egy korábbi rezsimmel együttműködik, és aztán rendszerváltozás van, ott nagyobb esély van arra, vagy van esély arra, hogy beáll egy új hangulat mögé. Nyilvánvaló, hogy felelőssége van neki is. Aki ezt vitatja, az szerintem is bolond. Tehát van politikai felelőssége, ez kétségtelen. Máshogy pontosan ezekre az érzékenységekre tekintettel én se tartanám szerencsésnek, sőt,
nem tartanám elfogadhatónak, hogy szobrot állítsanak neki. Székesfehérvárot viszont igen. Azt hallom sokaktól, hogy van egy következő lépés, lehet egy következő politikai rehabilitáció. Bárdosi nevét hallottuk, maga egyetérten ezzel? Ha egyáltalán van olyan, aki megkísérli a per újra felvételt, akkor bízzuk a magyar bíróságra, hogy mit fog dönteni. Én szobrot semmiképpen nem állítanék neki. Szerkesztőségünk figyelemmel kíséri a fogyasztói igényeket. Azt hittük, hogy Pető Hunor szobrászművész alkotását is megfelelő helyre tudjuk juttatni. Maguk elfogadnák itt esetleg a Hohmann Bálint szobrát, hogy vitatják, hogy hol állítják fel ebben az országban. El tudja képzelni, hogy itt lesz egy szobor? Nem gondolom. Miért nem? Mert itt most van már egy Horthy szobrunk, van egy nagy püspökről, dr. Hegedűs Lórántról egy szobor, illetve egy másik nagy püspökről, Ravasz Lászlóról. Itt ennyi szobor fér el. Tehát akkor a Hohmann Bálint szobot máshova kéne tenni? Annak Székesfehérváron van a helye, igen. Önök honnan jöttek egyébként, megkérdezhetem? Zsidó.com.